Kedves kollégák, elkezdenénk minimális késéssel ugyan, de elkezdenénk a délutáni ülésszakot. Hörher Ferenc, akit ebben a blokkban éppen elnökölne késik, de azt gondolom, hogy attól még el kellene kezdenünk. Én azt kérném, hogy akkor ebben a sorrendben, amit elméletileg látszik, hogy akik direkt célra jönnek, az, akkor kezdjük el a dolgot. Engedd az előadók is a küsökkal. Igen. Mi? Engedd az előadók. Láttam. Ő is a feladatok. Én vagyok a kisztel. És jó napot, szervusztok. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek. Többször is kapuk tojás vagyok, nagyon alkalmazónak érzem magam arra, hogy a tudomány filozófia múltjáról beszélje. A cím ennek megfelelően picit pontosnak is a száma tudományra vesz a filozófia. Egyébként az alkalmatlanságra térve, hát többek között azért, ha másért nem, hogy én 94 óta vagyok tudományfilozófus. Ugye előtte ezt többen tudják, hogy 87-ben biológiából kandidáltam, azelőtt pedig 81-ben biológus mérnök oklevelet szereztem. Tehát egy mérnök vagyok, és ennek a mostani előadásnak is van egy kis apropója, hogy hát én legalább 5-6 éve, de lehető régebb óta, nem láttam, hogy közül az ember részek, hogy úgy állok ez lássam, legalább 5-6 éve, de lehető régebb óta, én lényegében mérnöki munkát végzek, vagy is végzek, most már csak azt végzek elsősorban külföldön, és ennek során érdekes dolgokat látok, amiket egyébként nem látnék. Látom azt, hogy van egy olyan dolog, amit én úgy hívom, hogy önkiszolgáló filozófia. Ezt szerintem a jelenlévők közül nagyon sokan nem tudják elmondani, hogy arról van szó, de az uniós pályázatokban elvárás az, hogy viszonylag komplex módon legyen a pályázat összeállítva. Tehát legyen benne tücsök és bogár, krokodil és baj, hogy meg én Márta mondta volna. És van is, tehát sokszor egy munkacsomag, egy workpackage formájában, sokszor beleszőjük az egész a narratívumába, megjelennek filozófiai, tudományfilozófiai motivumok. Ezek közül a legegyszerűbb és a legolcsóbb bizonyos értelemben az, hogy az etikai kérdések kerülnek, mert ugye a személyes adatokkal való babrálás. De az sem oké egészen a sorból, viszont amire én elsősorban gondolkodok, ilyen tudatfilozófiai, elmefilozófiai, a kauzalitással, agenciával, egyebekkel, tehát virtigli tudományfilozófiai kérdésekkel kapcsolatos dolgokon, messze menően nem veszik figyelembe a szakfilozófia álláspontjait és az állásnak filozófiában felülemlett tudást. Emlékét már nem anekdotázni fogok végig, egy személyes anekdota, hogy ugye hát én mégis a tudományfilozófus is vagyok, hát mikor belekerültünk a pályázatba, és jöttek sorba ezek a tudományfilozófiai dolgok, mondtam, hogy hát bocsánat, ugye véletlenül, ez tényleg véletlen, hogy hát én ahhoz is azért kicsit valamit konyítok, használjuk itt fel. Nem George, arra már megvan az ember, és akkor mondtak valami mérnököt, aki ezt a csomagot csinálta. Szerintem nincs szükségképpen probléma ezzel, mert ez egy tény, amit ez jelent, hogy így értve legalábbis egyfajta tudományfilozófiai reneszánsz van. Különböző mértékben igaz egyébként, amit elmondtam, hogy nem tájékozódnak, nem tudják a szakfilozófiai hátteret. Ez pont épp a tudatfilozófiaiaknál nem igaz, ahol Descartes-ot majdnem mindenki ismeri, meg aztán a Matrix miatt, hogy a szegény ember Descartes-ja sok minden miatt azért az előtérbe került, de az előbb mondottaknak a többségére igaz. Ez egy újabb elszalasztott randevú lehet, ez megint egy tőlem származó kifejezés, egy elszalasztott randevú lehet, mert nem jön létre valódi párbeszéd tudomány és filozófia között. Szerintem a 70-es években volt az előző, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Nem tartatjuk ugyanis véletlennek, hogy a 70-es években Bence György, Fehér Márta, Márkus György és mások, ugye az Dorf Richternek a neve, nem az utána Lakatos Imrének a neve, aki másik történet, de hát azért tudjuk ugye, hogy ő is ott volt. Tehát, hogy mindezek elkezdtek, vagy szóval nem csak elkezdtek, hanem intenzíven foglalkoztak tudományfilozófiai kérdésekkel, a tudományra adott reflexióval, ami én úgy gondolom, hogy kulcskérdésnek tűnt akkor, bár ezt a jelenlévők közül van, aki személyes tapasztalatból tudja kiegészíteni vagy cáfolni. Én azonban úgy látom, hogy kulcskérdésnek tűnt akkor is ennek más filozófiai problémához, társadalomfilozófiai, politikafilozófiai problémákhoz is.
jellemzőnek tartom ilyen szempontból Márkusnak a traktátusz fordítását, tehát pozitivizmus, logika, ismeretelmélet bűvkörében él a kor, 65-ben ugye Hempel paradoxon, 69-ben Quine, naturalizmus, indulnak ezek a dolgok. Én ugye akkor nagyon rövidnadrágos gyerek voltam, de én azt gondolom, hogy a háttér Kelet-Európában nyilván Marx, illetve Lenin is, akik, és most nem tartalmilag kapcsolom őket a pozitivizmushoz, itt el is hangzott ugye, hogy bizonyosan a belső terhességben, de hát azért az a szempont, hogy a pozitivizmus valahogy számomra sosem logikailag, hanem csak ténybelileg, de a társadalmi haladás eszméhez kapcsolódott, tehát Comte ugye a Saint-Simonnal, Mill a feminizmussal, tehát hogy ők is egyfajta progressziót képviseltek, meg hát egyáltalán a tudomány és a társadalom kérdését valamilyen módon egy nevezőre akarták hozni. Ez szerintem közös háttér Marx és Lenin képviselte hagyománya is. Egy szóval, tehát azt mondom, hogy a 60-as, 70-es éveink, a 70-esekre próbálom központosítani, a tudomány társadalmi szerepe más volt. Egy optimista korszak, a mából visszanézve mindenképpen. Noha egyébként az USA-ban akkor már kezdődik a kiábrándulás, tehát ugye 72-ben ér véget az Apollo program. Én nem vagyok egyébként ilyen vulgár marxista, aki azt gondolja, hogy vedd el a pénzt és akkor meghalod, de azért ez azért egy komoly szempont. Akkor 70 ezer ember került az utcára, akik magasan képzett specialistái voltak mindannak, ami az űrhajóépítéshez, a holdraszálláshoz. Hát ugye ez egy haknia volt természetesen az egész holdraszállás, ez a Werner von Braunnak a haknia volt. Ezt tudjuk, az amerikaiak erre valahogy rájöttek, hogy ez egy hakni, és leállították a dolgot. De hát azért ennek messzeható következményei voltak, azt gondolom, a tudomány és a tudomány filozófia fejlődésére. Előtte szó szerint bármire lehetett katonai grantot kapni, ezt például onnan tudom, hogy amikor a 80-as évek elején elkezdtem tudóskodni, én nagyon rendes, ma úgy mondanám, hogy tudománytörténeti munkát végeztem, tehát én akkor beültem szépen, akkor nem volt internet, beültem szépen a könyvtárakba, és apám úgy mondanám, hogy beton seggel végigültem ezeket a folyóiratokat, végigolvastam a 60-as évek elejétől kezdve mindazt, ami az én témáimban elméleti biológia volt a téma. Érdekes volt, ott ilyen információ, a kibernetika, mindenféle ilyen dolog volt, és akkor még, ma már öregen, már a cikkeknek a címét is olvasom el, akkor még a lábjegyzeteket, a köszönetnyilvánítást is elolvastam, mindentől tanulni lehet, és ezért láttam, hogy katonai grantokból írták ezeket a cikkeket. Tehát ez egy személyes tapasztalat is, amit mondok, hogy bármire, a legelvadultabb dolgokra is katonai grantokat lehetett kapni, egy bizonyos pontig majd hús nem. Ez nyilvánvalóan a második világháború hatásai is. De hát ez az a kor, amikor nálunk szovjet mintára a tudományos technikai forradalomról beszélnek. A tudás, tehát a tudományos tudást jelenti, legalábbis én ebben nőttem fel, a tudás, amely értékes és másfelől hasznos, tehát egyfelől az igazság, persze a természetről való igazság, ezen kezdve a társadalomról való igazság felvezetésének az eszköze, de másfelől pedig hasznos, tehát a katonai ipari komplexum működtetésében megjelenik. Ez mind egyetlen gondolatkört alkotott, ezekben a zsongából nézve egy idilli viszonyrendszer keretében. Ugye, hogy a mából nézzünk vissza, ugyanerre ma a tudástársadalomról beszélnek, de hát azért a jelenlévőkben itt ülők nyilván pontosan tudják, hogy soha annyira leértékelt nem volt a tudás, mint ma, amikor tudástársadalomról van szó. Igen, persze, tehát idézőjelben a tudástársadalomról szó. Na, de hát ez folyik minden, mondom, ezt hallja mindenki. Ehhez képest én azt gondolom a 60-as, 70-es évek egy aranykornak számítottam, hogy joggal lehetett hinni, hogy a társadalmi kérdésekhez, a politikához, a tudományon keresztül vezet az út. Tehát visszatér az optimizmushoz, és most egy másik oldalát, az elmaradt randevónak a másik felét is személyre vegyük. Komoly emberek érdeklődtek az ismeretelmélet iránt, a hidat mindkét irányból építették, és nem csak idősebb tudósok, akikkel mosolyogni lehetett, mert ugye persze ezt tudjuk, hogy Schrödinger idősebb korában ilyen buddhista ízeket írogatott, és akkor lehet leírni, hogy hát öreg és szegény, hát most ad fantáziára, hanem fénykorokban levő tudósok a tudományos tevékenységüknek a részeként, tehát olyanok, akik tájékozási pontként, autentikációs centrumként szerepeltek, akik felnéztek
a saját generációknak képviselői, és ugyan azt ígértem, nem lesz népsorolásár, de néhány név, Fényes Imre, magyarok persze, Fényes Imre, a fizikus volt, Szent Ágotai János, Kalmár László, akinek már elhangzott a neve, a papíromba itt áll. Vámos Tibor, aki a következő generáció, és itt van még velünk, mármint már nem itt ül, de egyébként szerencsére itt van, még 92 évesen, tehát a mesterséges intelligencia filozófiájának úttörőjéről van szó. Marx György, szintén fizikus, és ennek a papíromban ki fogom mondani a nevét, Erdély Brusz Tibor, aki MTA elnök volt és kémikus. Ővel kapcsolatban is el fogok mondani egy anekdotát, ami szerintem azt gondolom, hogy érdekes lehet, hogy akkor még nem, hogy pillanatos mérnök nem voltam, hanem az egész még egy ilyen serdülő fiúk álmaként volt előttem, hogy majd én egyszer pillanatos mérnök, ha lehetek. De azért mindent elolvastam, amit papírra nyomtattak, és többek között kezembe került Erdély Brusz Tibornak, hanem az anyag, miben léte vagy valami hasonló, ilyen könyveket illogatott. És tele volt ilyen dialektikus maszlaggal, kicsit gyanakodva néztem, ezt azért bevallom, tehát picit nekem ilyen matek tagozatos gondolatosnak, mint akkor ez a furcsa volt, de és emiatt mesélem, hogy én ebből nem azt a következést mondtam le, hogy ez tehát mint hülyeség, hanem hogy ebben bizony lehet valami, hogyha egy ilyen komoly ember, mint egy ismert kémikus, aki ráadásul az akadémia elnöke, ezzel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy ez a kort jellemzi, tehát ez az optimizmushoz tényleg vissza, amikor az ember azt gondolhatta, és a körülöttem lévő emberek ezt erősítették meg, ezt közvetítették felém, hogy a tudós dolga, a tudomány, vagy legalábbis a saját tudománya alapjaival, végső kérdéseivel a foglalkozás is, ami önmagában is két, a ma felül visszanézve fantasztikus dolgot jelent. Az egyik az, hogy egy erkölcsi imperatívusszal jár, a tudomány művelés egyfajta küldetés vagy az is. Tehát nem csak mesterségállás, pénzkereseti lehetőség, hanem valami fajta emelkedett tennivaló. A másik nem teljesen független, de azért külön kiemelem, a tudomány igényessége, önreflektív kifogyatása, abban az értelme, hogy nem jó tudós az, aki nem megy végig az úton. Tehát a tudósnak kötelessége az is, hogy ezt csinálja. Egészen más kérdés. Éppen ezért meggyőződésem, hogy az olyanok, mint például a Neumann János, vagy Teller Ede, akik atombombát, hidrogénbombát építettek, valószínűleg ezt is a metafizikáig terjedő etosszat csinálták, amit nem ismerünk, én biztosan nem ismerek. Meggyőződésem azonban, hogy ők valahogy egységben látták. Neumannak vannak olyan írásaink, amikből egyébként ez derül ki. Bár nem szükségképpen olyan szükség... Tellernek is? Igen, igen. Tehát én ezt valahogy érzem, hogy ennek így kell lenni. Tehát azt lehetett, azt kellett akkor hinni, hogy ezek a dolgok összefüggenek, és még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni, hogy azt lehetett és kellett hinni, hogy a tudomány nagy kérdéseivel való foglalkozás olyan a tevékenységünk, mondjuk az esztergálás vagy a cipészet. Ez nem volt egy alantas dolog, nem blabla, irodalmi munkásság, tehát azt mondom most más szavakkal, hogy nem az öreg tudósoknak az ilyen szenvedítások hajlók megjegyzéseinek közé, hanem valami olyasmi, amit lehet jól csinálni, aminek módszere van, ami nem különbözik lényegesen a tudomány saját módszereitől. Csak itt most mondom azokat a hívószavakat, amik azt gondolom, hogy az elmaradt randevú hívószavai. Logika, a nyelv inkrementális használata már úgy lépésenként finomodó érvelés. Analízis, elemzés, tehát különösen adja magát egy kapcsolat lehetőségére a tudomány és a filozófia között. Ami azonban nem valósul meg, nem történik meg. Miközben egyébként abban a korban, amikor még én is kezdtem, tehát a 80-as évek elején, ha azt mondta a tudományfilozófus, azt azért körbe lengte egyfajta ilyen pozitív, tehát egy elismerő hatást váltott ki, és ennek csak átszólag mond ellen szerintem, hogy az olyanokat, mint Fehér Márta üldözték. Hát bár üldöznének minket most. Üldözni azt kell, akit érdemes. Hát ki a fene fog üldözni? Magát üldözni, beszélgessünk. De a többiek úgy néz ki, hogy van nagyon nem. Szóval tehát most komolyra fordítva, én azt gondolom, hogy a hatalom is érzékelte ennek a dolognak a lehetőségét és veszélyét, és azt gondolom, hogy akkor volt egy esély talán, soha azóta nem volt esély erre a piknikre, hogy azt szólt, nem lehet romantom a piknik szót. Ma sincs esély szerintem erre a piknikre, de ma is egy különleges helyzet van. És ezzel a mába ugrok, ez emiatt is, vagy eddig is amiatt beszéltem, de most arról, mai helyzetet ezt nem kell mondani, mindannyian látjuk, hogy az általános bizalomvesztés légköre jellemzi,
tudomány és társadalom, filozófia és társadalom, filozófia és tudomány távolodnak egymástól is, meg magukon belül is mindenféle magyar. Szóval tehát ez egy ilyen általános bizalmi válságot jelent. Azt gondolom, ez praktikus mellékesen, és ugye nem vagyok egy ilyen népfontos összeboruló, hogy most akkor mindenkinek igaza van, meg mindenki jó, de én azért azt gondolom, hogy talán az nagy bajnak tekinthető, hogy ezek a szakmák nem tudtak egymással jobban szót érteni. Ez félig eddig ténynek tekinthető, hogy ez így van, tehát ez most nem fog itt megváltozni ma délután. Nem látom a kiutat valójában, de a válság alkalomból végiggondolására is két dolgot fogok most említeni. Az első, azt 97-ben megírtam, és picit ez egy ilyen egótrip lesz, ha megengedik, mert aztán a kutya nem olvasta, holott egy azóta megszűnt napilapnak a vasárnapi mezőkötében jelent meg Paludai István szerkesztésében, tehát ugye a napilapot ki lehet találni, miről van szó. De már akkor 97-ben nem olvastak az emberek újságot, ami abból is derül ki, hogy önök ti sem olvastátok az én írásomat, amiben egyébként én azt vezettem le, hogy egy autentikációs válság van, és még inkább lesz az internet következtében. Mi hitelesíti a tudást? Ugye korábban a tudomány és a filozófia, és hát hogyha most nagyon az a beszélő módon, önző módon, akkor a kettő meccspontjában a tudományfilozófia hitelesítette, mindenképpen valami akadémiai egyetemi kontextus van. Ez a hitelesítő funkciója a tudomány, a filozófiának, a tudományfilozófia megszűnik, helyette elnévedelő szerkezetek jöttek létre. Ez is URL, az is URL, hova kattintsak. Ugye ma láttam egy hírt a Kentrailről, az pontosan úgy, hogy egy hír, mint a... És az emberek többsége nincsen felvértezve az ezzel való bánásra. Ezek a hagyományos tudási hierarchiák felmúlnak, elterjed a bizalmatlan kételj, tehát nem egy ismeretelméleti kételj, hanem egy bizalmatlanság jelenik meg, gyanakvás jelenik meg. Meg kell mondjam, hogy az egyházak úgy láttam a 90-es években már, hogy sokkal gyorsabban kapcsoltak. A tudomány egyébként a mai napig nem kapcsol. Az akadémia, az MTA-ról beszélek, hogyha valami helyzet van, akkor inkább sértett lesz, nem érti a szituációt, hogy örülni kell, hogy valami, aki őt megkérdezi. Az egyházak hamarabb kapcsoltak, azt is mondanom kell, hogy ezzel nem sokra mentek. Tehát a 90-es években remek honlapokat tartottak már fenn, bencések meg mások, azt gondolván, maguk szempontjából feltetően joggal gondolván, hogy ezen majd a lélek halászatot milyen hatékonyan fogja tudni csinálni. Nem mindannyian beleestünk kanálhallítás és a minden egybe blog elsőkrő hatásába. Tehát mégis hiába pedagoztak az egyházak is. Én azt gondolom, hogy nem nulla marad ugyanakkor azoknak a személyeknek a száma, aminek joga és lehetősége a tudomány, a régi értelmet tudomány és a régi értelmet filozófia szabad művelése. Visszajutunk a régi számok közé, régium ez kolostori kultúrának. Ezért a számok miatt, de egyébként a velejárói miatt is, tehát azt gondolom, hogy ez egy való helyzetet teremt, amelyben nem az megy tudósnak és filozófusnak, aki azt gondolja, hogy ez egy jó buli vagy egy zsíros állás, hanem az, aki egy ilyen szent őrült, és akit nem zavar, hogy reggel 4-kor kell kelni, hidegízbe kell zuhanyozni, és egyébként is az egészet egy ilyen sajnálás nélkül veszi körül. Tehát épp ezért azt gondolom, hogy ez nem annyira rossz, mint hogy ennek hangzik, mert az, ugye az ebben a körben való bekerülés egy kiválasztás előzi meg, nem akárti, de nem random módon kerülnek ebbe bele. Ez egy küldetéstudat jár, egy felelősség tudat jár, és a végeredmény lehet jó. A második, amit legvégül el szeretnék mondani, az önkiszolgáló filozófia keltette esély. Én azt hiszem, hogy nem lehet azt képzelni, hogy a disziplinarizálás közepette és az általános bizalomvesztés közepette létrejönnek az elmaradt kiszolgálások. Nem fogom Mohamed menni a hegyhez, tehát a hegynek kell menni Mohamedhez, ki kell menni az emberek közé. Magyarországon is van egyébként nemrég a Magyar Narancsban Neves Lászlóval volt egy interjú, nekem volt tanítványom, mondhatom, hogy talán barátom, jó kollégám minden esetre. Tehát a filozófiai kávéház, filozófiai konzultáció, azok a dolgok, amik közvetlen
Szókratészi értelmet, filozofálást tesznek lehetővé, és az embereket próbálják megszólítani. Népszerű írások ugye úgy volt, hogy itt lesz Forrai Gábor, az ő általuk szerkesztett weblap, ugye most persze nem tudom értelem a nevét, de hát ugye az is... Igen, amit gondolsz, hú, így van. Hát jobban kellene menedzselni, ha itt volna Gábor, akkor is mondanám, szerintem nincs eléggé. Én tudok róla, mert ugye kapjuk a híreket róla, de Józsi néni nem tud róla. Én azt gondolom, hogy ebben hatalmas potenciál van, de az biztos, hogy és most visszautalok a bizalmi válságra és az önkiszolgáló filozófiára, hogy csellel kell élni. Tehát azt nem lehet mondani, hogy elkapjuk a kabát gombját a mérnöknek, és azt mondjuk, hogy én a tudományfilozófus eljöttem közétek, és elmondom a tuti frankót. Nem mondhatjuk azt, hogy ez X már Y néven megírta, olvasd el, hanem valóban egy szokratikus program kell, tehát valóban dialógust kell, és talán lehet folytatni az emberekkel. Hát a legvégére az utolsó mondatok következnek, ugye, volna, aki tudja, hogy mi tanszékünk az eltervétek, a tudományfilozófus tanszéke megszűnt egy éve. Tehát mi ezt már nem fogjuk csinálni, ennek a kontextusát a nálunk okosabbak a mi részünkre is megszüntették. De hát a remény, ha meg utoljára, hát jöjjenek a fiatalok. Köszönöm szépen. A konferencia témáját tekintve Fehér Márta nevét említette el. Márta, kíván valamit hozzátenni a dolgokhoz? Ha már is felmerül szólítva, akkor tényleg néhány szót. Arra gondoltam, hogy erről másoknak adjon szót, és ha még marad, akkor nekem is.